Sziasztok! A mai videóban a ti kérdéseitekre fogok válaszolni, ugyanis elég régen volt már ilyen kérdez-felelek videó, és néhány napja kiírtam nektek a Facebookra, hogy kérdezhettek tőlem, úgyhogy most ezeket a kérdéseket fogom megválaszolni. Valószínűleg nem fogok tudni sort keríteni mindegyikre, mert hogy elég sok kérdés érkezett, illetve sok olyan kérdés is van köztük, amit már korábbi kérdez-felelek videóban megválaszoltam, úgyhogy ezeket be fogom linkelni a videó alá, de akkor lássunk is neki, mert szerintem baromi hosszú lesz ez a videó. Telefonomról olvasom a kérdéseket. Az első kérdés Zsuzsinától érkezett. Szia Szandra, hogyan ismerkedtetek meg a férjeddel, milyen volt az első randitok, hány év együttjárás után házasodtatok össze, bocsi, ha kicsit indiszkrét kérdések, és még egy utolsó kérdés, ha három sminkterméket vihetnél csak egy lakatlan szigetre, melyik három lenne az konkrétan? A férjemmel egy szórakozó helyen ismerkedtünk meg, ő ott DJ-ként dolgozott, én pedig ugyebár szórakozni mentem oda, de egyébként akkoriban mi egy faluban laktunk, de ott nem igazán találkoztunk össze. 5 év együtt járás után házasodtunk össze. Szerintem nem vinnék lakatlan szigetre magammal sminkterméket, de ha nagyon muszáj, akkor az valószínűleg egy szempillaspirál lenne. Most éppen konkrétan a Bobbi Brown Smoky Eye szempillaspirálját imádom. Ezen kívül egy korrektort is vinnék, mondjuk a Catrice Camouflage Cream korrektort, és a harmadik, nem tudom, talán egy szájfény, vagy fogalmam sincs. Fasz. Dorina kérdezi, hogy hány éves vagy, hol laksz, város, melyik magyar videós szoktad a legtöbbször nézni, ki a kedvenced, mi a kedvenc állatod, van valamilyen házi állatod, ha van, mi a neve, ha nincs, akkor milyen házi állatot szeretnél. Ugye most 2016 márciust írunk, és én áprilisban leszek 31 éves, Budapesten lakom. A magyar videósokat szoktam nézni többet is, de nincs úgy kifejezetten egy kedvencem, többüket is követem és nézem a videóikat. Nincsen házi állatom, szeretnék majd egyszer egy kutyát, nagyon tetszenek a mopszok, illetve az ilyen kis buldogok. Noémi kérdezi, milyen életet szeretnél Lilinek, ha lehetne egy kívánságod, mi lenne az, ha Lili nagy lesz, mindig mellé állsz a bajban, Lilinek milyen férjet szeretnél? Megmondom őszintén, hogy nem nagyon értem ezeket a kérdéseket, hiszen mindenki a legjobbat szeretné a gyermekének, így természetesen én is azt szeretném, hogy jó élete legyen, egészséges legyen, boldog legyen, azzal foglalkozzon, amit szeretne. Milyen férjet szeretnék? Hát olyat, aki szereti őt, aki elfogadja, megérti, támogatja. Olyan férjet, mint az enyém. Egyetlen kívánságom lenne, mi lenne az? Húha, nem tudom. Soha ne legyünk betegek. Örök második kérdezi, hogy a kislányod születésénél milyen nevekben gondolkodtatok, ha gondolkodtatok? A fiú lesz, ha lány lesz. Lili mikor született? Van második neve? Neked mi a teljes neved? Ha lehetne három kívánságod, mi lenne az? Sok mindent szeretnék, az embernek vannak vágyai, nyilván azt szeretném, hogyha sokáig boldogságban és egészségesen élhetnénk, ez igazából a legfőbb vágyam. Lili születésénél viszonylag egyértelmű volt, hogy ha kislány lesz, akkor Lili lesz a neve, úgyhogy ezen nem is gondolkodtunk sokáig, mert ez nagyon tetszett a férjemnek is, meg nekem is. A fiú nevekkel viszont már nagyon bajban voltunk, mert ott egy sem volt olyan, amire azt mondtuk volna, hogy hú, ez tuti. Lili 2015. január 4-én született, tehát most volt nemrég egy éves. Nincsen második neve, és az én teljes nevemet pedig nem szeretném így videóban elárulni, mert aki tudja, az úgy is tudja. Dori kérdezi, hogy szeretnék-e még egy gyereket? Igen, szeretnénk még gyereket. Henrietta Leila kérdezi, lesz videó, amiben megmutatod Lili szobáját, hogyan ismertétek meg egymást a férjeddel, volt-e különleges sztori a lánykérésnek? Szeretnéd, hogy majd Lili is videós legyen. Nem lesz olyan videó, amiben megmutatom Lili szobáját, de szerintem így a vlogokban talán látszódik belőle néha valami, illetve volt olyan blogbejegyzés, amiben mutattam a szobájából részleteket, úgyhogy ezeket be fogom tenni a videó alá. Férjemmel a megismerkedésünk történetét azt már elmondtam. Különleges sztoria nem volt a lánykérésünknek, de az évfordulónkon, jól emlékszem a 4. évfordulón talán, akkor kérte meg a kezemet egy ilyen romantikus vacsora után. Hát, hogyha Lili szeretne videózni, akkor én nem fogom ebben visszatartani, de nem is fogom erőltetni, hogyha ő szeretné, akkor én támogatni fogom benne. Evelyn kérdezi, eléggé beauty jellegű, melyik az a termék, amit az évek alatt a legjobban megszerettél, must have, többször újravettél, vagy amit eddig a legjobban gyűlöltél? Az utóbbira nem nagyon tudok igazából válaszolni, viszont amit már nagyon régóta szeretek és nagyon régóta használok, az a Garnier micellás víz, illetve a Garnier Essential Sensitive nyugtató tonik vitamina. Ezeket gyakorlatilag már évek óta használom, többször újra vásároltam őket, úgyhogy
ezeket tényleg nagyon-nagyon szeretem, és valószínűleg még sokáig fogom használni őket. Petra kérdezi, hogy milyen jövőt képzelsz el Lilinek, mármint állás család. Azt szeretném, hogy neki jó legyen, hogy ő boldog legyen, hogy olyan munkája legyen, amit szeret csinálni. Az, hogy milyen állás, nem tudom megmondani. Azt szeretném, hogy olyannal foglalkozzon, amit ő szeret. Most teljesen mindegy, hogy ez egy szellemi munka, vagy egy kétkezi munka, tehát nekem teljesen mindegy, hogy nem tudom, ügyvéd lesz belőle, vagy cukrász, vagy videós, tök mindegy, csak azzal foglalkozzon, amit szeretne csinálni. Patricia kérdezi, hogy mindig Pesten laktatok, vagy felköltöztél? Ha igen, milyen volt megszokni? Én alapvetően vidéki vagyok, és a családom még most is vidéken lakik, úgyhogy én akkor költöztem fel Pestre, amikor ugye a férjemmel, vagyis hát akkor még nem volt a férjem, de amikor vele összeköltöztünk, ez a 20-as éveim elején volt, és az a helyzet, hogy eleinte nagyon-nagyon furcsa volt nekem minden. Jó, előtte én már egyébként kollégista voltam Pesten, de teljesen más az, amikor összeköltözöl egy emberrel, és tényleg gyakorlatilag ugye te viszed a háztartást, meg az is fura volt eleinte, hogy anyukáméknál ugye ott laktak a nővéremék is, tehát mindig ugye többen voltunk. Kellett azért egy néhány hónap, amire megszoktam, de most meg már az a furcsa, amikor hazamegyünk vidékre, és ott ugye minden úgy lelassul. Tabina kérdezi, hogy voltam-e már Romániában, ha igen, hol, ha nem, tervezek-e menni. Emlékeim szerint nem voltam még Romániában, de lehetséges, hogy egyszer oda is el fogok jutni. Diana kérdezi, hogy ha nincs jó kedved, nem érzed magad elég magabiztosnak, akkor mivel tuningolod magad? Hát ez nálam eléggé gyakran megesik, mert hogy hát vannak problémáim úgy az önbizalmammal, meg a magabiztossággal kapcsolatban, ezek nálam így elég gyakran előjönnek. Ilyenkor próbálom a pozitív dolgokat előrehelyezni, és olyan dolgokkal foglalkozni, amiket szeretek, és ettől általában jobb kedvem lesz, és akkor úgy valahogy magabiztosabbnak is érzem magam, illetve hát a férjem az úgymond jó partner ebben, mert ő tényleg ki tud rántani az ilyen mélységekből, vagy amikor éppen nincsen jó napom. Diana kérdezi, hogy milyen gyakran szoktad visszanézni a régi videóidat, volt olyan, amit letöröltél, mert kínosnak találtad, mit nem szeretsz a videózásban? Nem nagyon szoktam nézegetni a régi videóimat, az az igazság, de néha így belebotlok egy-kettőbe, és akkor így végignézem, de nem töröltem le semmit, tehát megnézhetitek, hogy az első videómtól kezdve az összes videóm minden fent van. Én nem szégyellek semmit, szerintem semmi kínos dolgot nem tettem fel, annak pedig örülök, hogy láthatom, hogy a régi videóimtól hova jutottam el mostanában, tehát szerintem látszik a fejlődés, és ennek nagyon örülök, hogy ezt így végig lehet kísérni. Mit nem szeretek a videózásban? Például azt, hogy én természetes fénnyel videózom, és elég ritkán van olyan, hogy tényleg tökéletesek a fényviszonyok, hogyha felhőátvonulás van, az egyenesen katasztrófa. Nagyon szeretnénk már beszerezni valamilyen lámpát, de mivel sajnos elég kicsi a lakásunk, így ilyen nagy lámpákat egyszerűen nem tudok beszerezni, mert nem tudom hol tárolni őket, pláne ugye, hogy itt van Lili, úgyhogy ezt a részét, ezt nem nagyon szeretem. Rózsa kérdezi, hogy levágatnád-e a hajadat, ha igen, akkor miért, és ha nem miért. Éppen néhány nap múlva megyek fodrászhoz, és rövidebb lesz a hajam. Nem vágatom le teljesen rövidre, de ilyen long bob-szerűséget szeretnék, tehát ami mondjuk így a vállamig ér. Egyszerűen unom már ezt a hosszú hajat, hogy most éppen nem áll se, hogy úgyhogy szeretnék egy kicsit frissíteni rajta. Monika kérdezi, hogy melyik a kedvenc európai várost és miért, Budapest nem ér. Egyértelműen Bécs. Mondjuk olyan nagyon-nagyon sok európai városban azért még nem voltam, de azok közül, ahol voltam, Bécset szeretem a legjobban. Egyszerűen azért, mert egyrészt szerintem sokan hasonlít Budapestre, de egy sokkal élhetőbb város, nagyon jó ott a hangulat, akárhányszor ott voltam, mindig olyan jó érzés volt ott lenni, úgyhogy egyébként nagyon szívesen élnék ott. Hajnalka kérdezi, hogy miért jó nőnek lenni. Úristen, erre rengeteg dolgot tudnék mondani. Egyrészt azért jó, mert például sminkelhetünk, jó mondjuk manapság már a pasik is sminkelnek, de azért ez mégiscsak egy női dolog. Csomóféle ruhát hordhatunk, ruhát is, szoknyát is, nadrágot is, amihez éppen kedvünk van. Meg hát én azt gondolom, hogy azért az anyaság érzése, az, hogy én ezt megtapasztalhatom nőként, ez szerintem az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, hogy nő lehetek. Hanga kérdezi, hogy van-e tetoválásod, ha van, akkor hol és mi, ha nincs, akkor szeretnél-e. Igen, van tetoválásom, majd megpróbálok valahol betenni egy képet. A bal sarkamnál van, ugye a lábamnak a belső felén, ez egy végtelenség jel, és bele van írva, hogy fate
love, hope, tehát hit, remény, szeretet. És egyébként szeretnék még ezen kívül is tetoválást. Csenge kérdezi, hogy a férjed volt az első komoly kapcsolatod. Nem, volt már előtte egy hosszabb kapcsolatom. Kedvenc városod, ahová szívesen elmennél, kedvenc virágod, Budapesten kedvenc helyed, a Starbucksot kivéve. Nagyon szívesen elmennék például Pécsre, illetve Szegedre. Mindkét helyen voltam már, és szerintem nagyon szép városok. A kedvenc virágom az most éppen a tulipám. És a kedvenc helyem a Starbucksot kivéve Budapesten, nagyon szeretem például a Vapiánót, a Humusbárt, mondjuk azt leginkább a kaják miatt. Úristen, nem jut eszembe semmi. Az a baj, mostanában ugye ritkán mászkálok így el bárhova is, most így hirtelen ezeket jutott eszembe. Piroska kérdezi, hogy milyen alapozót ajánlok zsíros, problémás bőre, illetve mesterséges fények mellett hogyan tudod eldönteni, melyik árnyadott választ. A problémás bőre egy olyan alapozót érdemes választani, aminek ugye legalább közepes fedése van, de lehet akár azt is csinálni, hogy egy olyat választasz, aminek nem annyira erős a fedése, de egy jó korrektort is veszel hozzá. Most egyébként rengeteg ilyen matthatású alapozó van, például a L'Oreal Infallible Matte is ilyen matthatású, tehát mondjuk zsíros bőrre érdemes ezt kipróbálni, vagy ugye egy jó mattító púder, ez ugye csodákra képes. És hát a mesterséges fények mellett igazából úgy lehet szerintem kiválasztani az alapozót, hogy felkened az arcodra, mondjuk ide a homlokod közepére, és kimész fel a természetes fénybe, és megnézed, hogy jó-e, mert szerintem a mesterséges fények mellett normális árnyalatot választani nagyon-nagyon nehéz. Niki kérdezi, hogy milyen kisgyerek voltam. Anyukám szerint nagyon jó kisgyerek voltam, azt mondta, hogy nagyon korán átaludtam már az éjszakákat, aranyosan játszottam, nem volt velem semmi gond, nem voltam síros, nem voltam nyűgös, úgyhogy... Hát úgy tűnik, hogy tökéletes kisgyerek voltam. Réka kérdezi, hogy Lili már ugyanazt eszi-e, amit mi, vagy külön főzöl neki, a vlog videóidban nem volt nekem egyértelmű. Nem eszi még azt, amit mi, illetve hogyha olyat főzök, amiből lehet ő is, akkor abból szoktam neki adni, de hogyha nem olyat főzök, mondjuk nem tudom, én salátát csinálok, vagy egy csilisbabot, vagy valamilyen gombás ételt, amiből ugye még nem ehet, akkor vagy főzök neki külön, vagy pedig üveges bébi ételt adok ki. Tudom, hogy ez sokaknak ilyen kardinális kérdés, hogy a gyerek minél előbb azt tegye, amit ők, de én nem erőltetem, biztos, hogy nem fog egész életében bébi papi tenni, amint úgy látom, hogy ő erre jobban vevő, akkor természetesen ez meg fog történni. Emese kérdezi, hogy milyen gyakran sportolok, mit szeretsz csinálni szabadidődben, milyen zenéket szeretsz, kedvenc színed. Milyen gyakran sportolok? Hát az elmúlt körülbelül 2 hónapban heti 6-7 alkalommal, tehát majdnem minden nap tornázok legalább fél órát. Mit szeretsz csinálni a szabadidődben? Hát nagyon kevés ilyenem van, hogy szabadidő, leggyakrabban YouTube videókat nézegetek, vagy barátnőkkel találkozok, elmegyünk kávézni, beszélgetni. Milyen zenéket szeretsz? Gyakorlatilag majd, hogy nem mindenevő vagyok, tehát bármilyen stílusú zenét szívesen meghallgatok. Kedvenc színem? Azt hiszem, nincsen kedvenc színem. Noémi kérdezi, hogy mi a tervem nyárra. Nincsen még egyelőre tervünk nyárra, nem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Valószínűleg a szüleimnél töltünk majd néhány hetet, így közösen. Megint kérdezi, hogy mit gondolsz azokról a gyerekekről, akik 10-12 évesen sminkelnek. Az biztos, hogy mostanában sokkal hamarabb kezdenek el sminkelni a lányok, mint mondjuk az én időmben. Én azt gondolom, hogy ha nem muszáj, akkor minél később kezdjük el az arcbőrünket terhelni sminkekkel. És nyilván az, hogy valaki felken egy ilyen színezett ajakápolót, meg egy szempillaspirált, azzal nem hiszem, hogy bármi probléma is lenne, de az, hogy alapozó, púder, pirosító, szóval ez a komplett arcsmink, ezzel szerintem azért ráér az ember, ha nem muszáj, akkor ne siessétek ezt el, lesz még bőven időtök sminkelni. Vanna kérdezi, hogy hány centiméter magas vagyok, 170 centi. Edina kérdezi, hogy melyik youtuber helyében lépnél, ha lehetne egy teljes napra. Nem tudom, mert rengeteg külföldi videóst követek, akiket nagyon szeretek, akár Makeup by Tiffany D, Tati, Ingrid Nielsen, egy csomó van, akivel szívesen cserélnék egy napra, az igazság. És azt hiszem, hogy ezzel a végére értünk. Ne haragudjatok, hogyha esetleg valaki kimarad, de igyekeztem minél több kérdést megválaszolni. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha marad valakiben bármilyen kérdés, akkor nyugodtan tegye fel a kommentek között, és akkor meg fogom válaszolni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!